téli munkák. Felújítják a padokat és kivágják a korhadt fűszvákat a csónakázótónál. Himnusz. Különleges összeállítással készül a város az idei Magyar Kultúra Napjára. Győzelem. Nyert a Falkó a Zete ellen. Keller Ákos nagyszerűen debütált a szombathelyi keretben. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Sikeresen zárult a tanulók lemorzsolódását csökkentő program a Vas megyei szakképzési centrum 6 tagiskolájában. A csaknem 3 éves projektben felzárkóztató foglalkozások és mentori hálózat segítségével felére mérséklődött az iskolarendszerből kisodródó tanulók aránya. Mindehhez 550 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást sikerült nyerni. Az online projektzáró konferencián a résztvevő iskolák pedagógusai mondták el tapasztalataikat. A programot még a Szolgáltatási Szakképzési Centrum indította el, ám az az intézmény átalakítását követően is zavartalanul folytatódott. Az volt a cél, hogy kevesebb diák váljon iskola elhagyóvá, és ezáltal szakmanélkülivé. Bár a kiinduló helyzet is kedvező volt, még ezen is sikerült javítani. Ha a projekt célcsoportját nézem, azokat az évfolyamokat, akik ilyen szempontból számításba jöttek, a kiinduló érték 3,58%-os lemorzsolódási ráta volt, amit hát javítani kellett, és örömmel jelenthetem, hogy a felére sikerült lecsökkenteni olyan 1,8%-ra a lemorzsolódás. De ha teljes tanulói kört nézem, akkor is egy 7%-ról 2,7%-ra történő nagyon látványos javulást sikerült elérni. 53 tanulócsoport működött több mint 300 diákkal, ahol az alapkompetenciák és a tanulási képességek fejlesztéséért dolgoztak, valamint létrehoztak 23 tehetséggondozó csoportot is. Igyekeztek olyan szociális védőrendszert kialakítani, ami megakadályozza a tanulók kisodródását az iskolarendszerből. Ehhez felzárkóztató foglalkozások, személyiségfejlődést segítő, életpályaépítést szolgáló és szabadidős tevékenységek is hozzájárultak. Több mint 100 pedagógus vett részt szemléletváltást segítő módszertani továbbképzésen, ahol megtanulták, hogyan kell a hátrányos helyzetű problémás diákokkal hatékonyan foglalkozni. Ifjúságvédelmi felelősöket alkalmaztunk félállásba, ugye ehhez kaptuk a projekt finanszírozását, iskolapszichológusokat alkalmaztunk, mentori hálózatot alakítottunk ki, megszerveztük ezeknek a szakembereknek a centrum szintű munkaközösségét és rendszeres megbeszélését, és azt gondolom, hogy és mindehhez természetesen csatlakoztak az iskolák munkatársai, tehát én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen szociális érzékenyítés a teljes dolgozói körre kiterjedt. A kezdeti akadozó lépések után maguk a tanulók is egyre inkább keresték problémáikkal ezeket a szakembereket. A tervek szerint a jövőben a Vas megyei Szakképzési Centrum mind a 14 iskolájában hasznosítják a megszerzett tapasztalatokat és jó gyakorlatokat. Felújítják a padokat és kivágják a veszélyessé vált korhadt fákat a Szompark munkatársai a csónakázótó szigetén. A padokat folyamatosan szállítják a műhelybe, rendbehozzák az ülőfelület fa elemeit, majd visszaszerelik azokat eredeti helyükre. A fakivágás is folyamatos, az eltávolított füzeket csemetékkel pótolják majd. Erdészeti rakodógéppel emelik ki a vízből a hatalmas fűzfarönköket. A fákat a napokban vágták ki, a darabokat a parton halmozták fel, ám ismeretlenek a tóba görgették azokat, így onnan kell kiszedni a méretes fákat. Ezeket a füzeket a csónakázótó kialakításakor ültették, tehát már több mint 50 évesek. Kívülről teljesen egészségesnek látszanak, ám a belsejük teljesen elkorhat, üregessé, porózussá vált, ezért kellett őket kivágni, mondja a Szompark ügyvezetője. Elszáradt fáknak a kivágása, ezt egész éven át végezzük, de elsősorban tél az idei időszaka, és hát a csónakázótó szigetén volt egy-két már veszélyessé váló korhadt törzsű fűzfa. Az eltávolított egyedek helyére újakat ültetnek majd. Közvetlenül mellette fogjuk ugyanúgy fűzfával pótolni.
Nem ez a szompark egyetlen feladata mostanában a csónakázó túlszigetén. Folyamatosan újítják fel a padokat is, ami az éves karbantartási terv része. Leszerelik azokat, a műhelyben javítják, pótolják a léceket, csavarokat és újra festik az ülőfelületet. 5-6 darabot szállítunk be egyszerre, szép lassan sorba tervezett munkatevékenység folyik. Ez azt jelenti, egy-két nap alatt elkészülnek a felújítással, és aztán vissza is kerülnek ezek a padok. Tehát 2-3 napon belül ugyanazok a padok ugyanott állnak, csak fel vannak újítva természetesen. A vandálok nem kímélik a padokat sem. Néhány tartóelemet kirugdaltak és elferdítettek. A park fenntartó munkatársai több mint 110 padot hoznak rendbe a tónál, így az itt sétálókat már a megszépült térbútorok fogadják. A kormány válságkezelési technikáját kritizált a sajtótájékoztatóján Ungár Péter. Kitüntetési javaslatokat vár a Szociális Bizottság. Vadászat miatt nem látogatható pénteken és szombaton a Kőszegi hegység. Rövid hírekkel folytatjuk. Az önkormányzatok sanyargatására használja a kormány a válsághelyzetet, ahelyett, hogy bérkiegészítéssel, illetve az álláskeresési járadék kiterjesztésével segíteni a bajba jutott embereket és a nehéz helyzetben lévő szektorokat, például a vendéglátást, mondta mai szombathelyi sajtótájékoztatóján Ungár Péter. Az LMP politikusa szerint a kormány tavaly 43 milliárdot költött a látványsportok támogatására és 100 milliárdot kormánypropagandára, illetve a luxus beruházásokra, amiből jól látszik, hogy rosszul mérik fel, mire kellene a pénzt fordítani. Az önkormányzatoktól elvont nagyjából 300 milliárd forint egy részét ezekkel is meg lehetett volna spórolni. A szociális és önkéntes munka területén adományozható kitüntetésekre vár javaslatot a Szociális és Lakásbizottság január 31-ig. A közgyűlés által alapított Pálos Károly és Győrvári Edit díjakra, valamint a Szociális Ellátás Segítségért díjra lehet arra érdemes személyeket jelölni. Az elismerések adományozását kezdeményezheti városi tisztségviselő, képviselő, frakció, szociális intézmény vagy karitatív szervezet vezetője is. Állományszabályozó nagyvadvadászatot szervez a Szombathelyi Erdészeti ZRT pénteken és szombaton a Kőszegi hegységben. Cél a vadkárok mérséklése és a vadállomány létszámának elviselhető szinten tartása. A balesetek és a torlódás elkerülése érdekében erre a két napra lezárják a hegység útjait és korlátozzák a látogatást. A vadászatok a hegység teljes területét érintik. Különleges összeállítással készül idén a város a himnusz születésnapjára. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 32 a kultúra területén dolgozó helyi szakember és művész szavalja el Kölcsey Ferenc költeményét. Egy-egy sort mond el mindenki, amit a napokban rögzítenek különböző helyszíneken. Mások mellett Jordán Tamással, Szabó Tiborral, Róna Széki Lindával és Veres Gáborral. Az összeállítást január 22-én mutatják be. Balsors, akit régen tűnt, hoz rá még esztendőt. Parais István néptáncpedagógus, az Agora korábbi igazgatója mondja majd a himnusz utolsó sorainak egyikét a Magyar Kultúra Napjára készülő összeállításban. Kölcsey himnuszának születésnapját 1989 óta ünnepeljük. Erre készül Szombathely városa idén rendhagyó módon. A himnusz, mint költeményt próbáltuk egy újfajta megvilágításba helyezni, és mivel a Magyar Kultúra Napja az mindig a magyar kultúrában dolgozóknak az ünnepe, ezért megkértünk szombathelyi kultúrában dolgozókat, művészeket, közművelési szakembereket, hogy mondják el a himnuszt. 32 embert választottunk, és 32-en fogják elmondani, aminek a bemutató már január 22-e lesz a Magyar Kultúra Napján. Devecseri László költőtanár a könyvtár előtt szavalta el a neki szánt versrészletet, a könyvtár igazgatója pedig az épület falai között tette ugyanezt. Évről évre a könyvtár Szombathely egyik jelentős kulturális intézményeként mindig feladatának tekinti, hogy a jeles évfordulókról megemlékezzen, így a Magyar Kultúra Napjáról is. Örömmel tettünk eleget a kérésnek, hogy a könyvtár is képviseltesse magát ebben a megmozdulásban.
Egyénileg is tervezünk majd kultúranapi összeállítást a könyvtár részéről is. A Berzsenyi Könyvtár könyvajánlókkal és a könyvtárosok kedvenc élményeivel megfűszerezett összeállítással kedveskedik majd az olvasóknak a kultúranapja alkalmából. A közösen elszavalt himnuszt az önkormányzat Facebook oldalán teszik közzé, azt a Szombathelyi Televízió is többször műsorára tűzi majd. A járvány kezdete és a kulturális intézmények tavaly márciusi bezárása óta mintegy 100 videófelvételt tettek közzé közösségi oldalukon a szombathelyi múzeumok. Ezek egy részét kifejezetten gyerekeknek készítették a munkatársak, így pótolják az óvodai, iskolai csoportok számára szervezett foglalkozásokat. Mint azt kis Ernő Csaba restaurátortól megtudtuk, a Szalária Múzeum régészeti kiállításában szereplő Szent Márton alakos kályhacsempét több, ugyanezen ábrázoláson ellátott csempe töredékeiből sikerült restaurálnia. Az egykori szombathelyi várról és az onnan előkerült Szent Márton ábrázolásról szól a Szavária Múzeum helytörténeti kisfilmje, amely diákoknak készült. A járvány miatt az intézmény nem látogatható iskolai csoportokat sem fogadhatnak, a foglalkozások mégsem szünetelnek, csak átkerültek az online térbe. A múzeum pedagógusok a közösségi oldalakon tartják a kapcsolatot a különböző korosztályokkal és a tanárokkal. A többi múzeum is a saját profiljának megfelelő tartalmakkal színesíti az oktatást. A szombathelyi képtár munkatársa épp a következő kreatív foglalkozást készíti elő, amelynek a gyűjteményükben fellelhető Dürer metszet lesz a témája. Én egy képtárlag sorozattal próbálom elérni a kicsiket, a nagyokat, a felnőtteket, megismerik az ikonikus vagy a nagyon híres munkáinkat, vagy a legtöbbet utaztatott kölcsönkért munkáinkat. Van-e például Dürer szombathelyem, mi lehet a legikonikusabb munka, mely műtárgyak voltak, és mely városok, ahova kiállításra eljutottak itt az elmúlt, mondhatni, 30 évben a munkáink. A Szavária Múzeum YouTube csatornáján minden korábbi videó elérhető. A Schmidt Múzeum kisfilmjei az állandó és az időszaki kiállítás témájához kapcsolódnak, a gyerekek ékszert készíthetnek, vagy akár linzert is süthetnek a segítségükkel. Az Izeum videói az ókori Szavária történetével, egyebek mellett a Pannóniában egykor népszerű Szilvánusz istennel és emlékeivel ismertetik meg a gyerekeket. Azzal a céllal készítettük ezeket a kis videókat, hogy akár most, akár a későbbiekbe be lehessen építeni a tananyagba. A kicsiknek főleg játékos feladatok, kézműves foglalkozások, a nagyobbaknak inkább ismeretterjesztő videókat készítettünk. A Szavária Múzeum és tagintézményei a járvány miatt tavaly az évente szokásos 600 foglalkozásnak csak egyötödét tudták megtartani. A nyári táborokat még éppen megrendezhették, de az év nagy részében nem fogadhattak csoportokat. Pedig a múzeumpedagógiai foglalkozások igen népszerűek, ezeken évente 15-17 ezer látogatást regisztrálnak az óvodástól a középiskolás korosztályig. Nagyszerűen sikerült Keller Ákos debütálása a Falkóban. A válogatott center szép kosarakkal 13 pontig jutott az első meccsén, a sárga-feketék magabiztosan győzték le az Etét 81-70-re. Az új sztárigazolással Keller Ákossal a soraiban látta vendégül a Zalaegerszeg együttesét a Falkó KC Szombathely az NB1-es kosarlabda bajnokság hétközi fordulójában. Bátran kezdett az edzőváltáson átesett vendégcsapat, Tájdík kettesével 12-7-re a vendégek vezettek. Gyorsan reagált a Falkó, Dancsics a sarokból sülyeztette le egy triplát, amivel már a hazaiaknál volt az előny. 6 perc elteltével lépett pályára a héten érkező Keller Ákos. A válogatott center Váradi remek passza után rögtön be is talált, 20-17-nél a vendégek új olasz mestere, Luka Becki kért időt. Nagyszerűen működött a Váradi-Keller játékkapcsolat, az első negyed után 24-20-ra vezetett a Falkó. Keller rögtön az első meccsé hatással volt a Falkó játékára, gyönyörű ejtésével már 10 pont volt a sárga-feketék előnye. Az Ete a második negyedben 5 percig nem talált a gyűrűbe, Brunzma zsákolása után 20-14-nél újra időt kért a vendégek trénere. A Falkó folytatta kőkemény védekezését, az alaiak dobóhelyzetig is alig jutottak. A nagy szünetre így tovább duzzadt a különbség, 46-28-at mutatott az eredményjelző.
parádés jelenet sorral indult a második félidő. Váradi álompasszát Keller húzta be háttal a gyűrűnek. Egyre nagyobbra nyílt az olló, per zsákolása után 55-31-nél újra időt kért az Ete. Keller nem csak támadásban, védő oldalon is remekelt. Óriási sapkával mutatta meg, hogy ki az úr a gyűrű alatt. Bruizma sem akart elmaradni Kellertől, a harmadik etap hajrájában hatalmas blokkot osztott ki. A záró felvonásra is maradtak izgalmak, kezdtek elszabadulni az indulatok. Előbb bokormester heves reklamálással harcolt ki magának technikait, majd nem sokkal később a vendégek játékosának, Simonnak is felmutatták a T betűt. A paprikás hangulatból az Ete jött ki jobban, 3 perccel a vége előtt 10 pontra zárkózott a vendégcsapat. A hajrában még Per Zoltán és Tyreek is kakaskodott egyet, nem túl szép jelenetekkel ért véget a meccs. A Falkó végül 11 ponttal, 81-70-re nyerte meg a szomszédvári rangadót. Ragyogóan kezdtük a mérkőzést, a jó védekezésünkből könnyű kosarakat tudtunk dobni. Keller Ákos új minőséget és lehetőséget hozott a csapatba. Vele egy nagyon jó védekező csapat lehetünk, és támadásban is sokat segíthet. A Falkó jövő héten az orosz Novgorod otthonában játszik fontos BL meccset, amelyen a csoportból való továbbjutás lesz a tét. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, híradónkat óránként sugározzuk. Friss híreket, információkat Facebook oldalunkon is találnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!